hallani, hogy nagyon kevés aktív eset van Magyarországon, ez kiderült a reprezentatív mintából, és ez lehetővé teszi, hogy tényleg egy fokkal nyugodtabban mozogjunk. De érdemes egy csomó egyszerű szabályt józan ész mentén betartani, és akkor minimális is marad annak a következménye is, hogy mozgunk, akár az ország számára, akár magunk számára is. Ha gondoljátok, mutatnék egy ábrát megint, ahogy szoktalak benneteket szórakoztatni. Ez egy kicsit szarkasztikus ez az ábra, előre is elnézést. Itt van. Látjátok? Igen, elég jól. Igen. Ugye a történet arról szól, hogy hát a járványtól, a pandémiától nem szabadultunk meg, attól, hogy nálunk nincsen most éppen járvány. Járvány veszély továbbra is van, hiszen elszórt esetek vannak, és amikor fölengedi bármelyik ország az addig szigorú intézkedéseket, akkor azért meri tudja ezt megtenni, mert képes valamennyire birkózni a következményekkel. Ez a kis megjegyzés, ez arról szólna, hogy éppen van még hely az intenzíven, úgyhogy lehet lazítani egy kicsit. Ugye ez erről szól. De ezt rögtön be is fejezem, mert nem ezt akartam igazából mondani, csak mégis az üzenet, az szeretném, hogyha átjönne, hogy a járványnak nincsen sajnos vége. Az egy nagyon jó helyzet, hogy ebben a régióban, néhány országban, és nekünk is időnk volt, szerencsénk volt, jókor történtek a nagy lezárások, és mondjuk akár megnézzük Szlovákiával hasonlítva, igazából nem lett nálunk se nagy járvány. Tehát ez a bizonyos kalapács dolog történt, a járvány agyon lett csapva, hogy szépen fejezem ki magam, nem tört ki. Ennek nagyon kell örülnünk, továbbra is igazából csak elszórt esetek vannak, de hogy az elszórt esetekből mi lehet, arra megint szeretnék egy valamit mutatni, hogyha megengeditek. Ugye Szingapúrban először nagyon jól sikerült nagyon komoly ilyen contact tracing-gel megfogni a járványt, és utána jött egy második hullám. És ezt a második hullámot szeretném most megmutatni nektek. Ha sikerül. Ez a második hullám, nem tudom, lehet-e látni ezt a sok-sok pöttyet. Igen. Így egy kicsit közelebbről látjuk. A sok-sok pötty közepén, ahova viszem a kurzort, ott egy-egy ilyen munkásszállószerű valami van, ahova egy ember bevitte a fertőzést, és ott olyan zsúfolt körülmények között laknak, hogy szinte mindenki beteg lett. És a munkásszállások környékén ezek a kis járványok, ezek a közeli éttermek vagy sport létesítmények, ahova szintén elment egy-egy ember, vagy valami hasonló közösségi terek, és ott megint csak elszórták a vírust. Tehát az látszik ezen a járványon, vagy ezen az ábrán, hogy mennyire különböző méretű pici kis járványokból adódik össze az egy nagy járvány. És ez a helyzet pontosan ugyanígy van Magyarországon is, ezt pedig úgy tudom megmutatni, ha sikerült, csak épp a sharing miatt nem látom, de majd mindjárt megoldom ezt a trükköt. Ugye Magyarországon pedig az a helyzet van, ugye itt lehet látni az esetszámokat megyénként. Minden ilyen kis kiugrás az egy-egy ilyen kis mikrojárvány. Ugye még ebből a nagyon kevés esetből, ami nálunk hála Istennek volt, ebből is látszik, hogy valami ugyanilyen mintázat van. Ez a nagy csúcs itt, ez volt az bizonyos elhíresedett Pesti úti öregek otthona. Ugye? Tehát lehet látni, hogy egy nagy járvány az sok kicsi, különböző nagyságú helyi járványból, mikrojárványból adódik össze. És mindez azért érdekes, meg úgy érdekes, hogy ez egyben a receptet is arra, hogy mit tehetünk most, hogy már az intézkedések megtörténtek, arra vonatkozóak, hogy kimehetünk, akkor teszünk magunkkal és a másokkal jót, hogyha ezeket a mikrojárvány lehetőségeket a legkisebbre csökkentjük. Ugye ez azt jelenti, hogy lehetőleg olyan helyre ne menjünk, ahol tömeg van, mindenhol hordjunk maszkot, mossunk kezet, ezek az ugye triviális jó tanácsok, de ezek továbbra is ugyanúgy érvényesek, mint eddig.
És hogyha nem megyünk tömeges helyekre, akkor viszonylag, mivel nagyon alacsony a előfordulás, a prevalencia, ezért nagyon kicsi a valószínűsége valóban, hogy fertőzést adjunk vagy kapjunk. Tehát az is, hogy mi magunk tovább adjuk, ha éppen már bennünk van, ez nagyon kevés eset van most már. De ez nagyon gyorsan föl tud ugrani. És mivel most nem akarom Diana elől a dolgot, az időt nagyon lopni, még egy ábrát nagyon gyorsan megmutatok, amit lényegesnek gondolok, amivel jól megértitek, hogy hogy lehet jól viselkedni. Nem, kettőt. Jó, ha szabad, akkor még kettőt. Jó, igazán. Ami még szintén nagyon tanulságos, azt hiszem, hogy egy-egy ilyen kép az többet segít, mint sok beszéd. Azért szeretem ezeket mutogatni. Itt, amit láttok, emlékeztek a dél-koreai 31-es paciensre, akiről mondtam, hogy olyan sok mindenkinek átadta a fertőzést. Na hát ilyen szertartáson vett ő részt kétszer már betegen a templomban. Ugye ennyire közel vannak egymáshoz, sok órán keresztül énekelnek, imádkoznak hangosan, ugye megvallják a hitüket, az ilyen lelkes dolog, tehát elnézést, hogy így fejezem ki. Tehát kilégzik a vírust, és aki mellette van, az megkapja. Ugye? Tehát ebből lett, az ilyen szertartásokból lett az ennyi beteg. Tehát egyelőre hiába van most egy viszonylag jó helyzet, az még nem indokolja és nem engedi meg, hogy legyenek nagy létszámú rendezvények. Én ezzel teljesen egyetértek, hogy ez még mindig tiltva van. És akkor itt mutatok még egyet. Ez egyébként az a munkásszállás, ahogy ott laknak az emberek, amiről a szingapúri ábrát mutattam az előbb. Még egy dolgot akarok mutatni, elnézést a gyors scrollozásért, kicsit szédítő tudom nézni, de most megállok, és mutatok egy alaprajzot, ez egy munkahely. Ugye az is felvetődik, hogy hogy menjünk be dolgozni most, hogy már szabad, vagy szabad-e, kellene, nem. Ez egy ilyen call center, ahol nagyon sok ember nagyon kis helyen ül együtt, ugye látjátok az íróasztalokat és az embereket, talán érthető az alaprajz. Ez Igen. egy ilyen irodaépületnek a 11. emelete. Itt van a lift, itt szállnak ki a liftből, és itt jönnek be dolgozni. Most az eredeti egy darab fertőzött ember a 10. dolgozott, akivel valaki együtt jött föl a 11-re, és bement ide dolgozni, és ennyi kollégáját megfertőzte. Ezekkel meg valószínűleg együtt kávézott, akik itt kékek. De látszik, hogy a fizikai közelség, a több együtt eltöltött óra, az, hogy egymással szemben ülnek, és egymás levegőjét beszívják, az biztos recept a fertőzésre. Tehát azért volt ezt érdekes megnézni, mert ebből, ha ezt kicsit elrakjuk a fejünkbe, tudjuk, hogy mit tehetünk és mit nem. Igen, elmehetünk nyugodtan a teraszra, leülhetünk kávézni a barátnőnkkel, ha mind a kettőnkön van maszk, és mind a ketten az utcát nézzük, mint Párizsban úgy ülnek a kávézókba. Ugye nekem milyen szokatlan volt, amikor először kikeveredtem oda életembe, és csak néztem, hogy ülnek, és mindenki kifele néz az utcára. Szeretik nézni az életet. Nálunk egymás fele szoktak ülni az emberek. Most nézzünk mindannyian kifele. Kicsit játszom ezzel a dologgal, de valóban ez a tanácsnak a lényege, hogy egymás levegőjét, főleg köhögését és prüszkölését ne szívjuk be, és akkor nem fogjuk megkapni ezt a betegséget. Jó eséllyel nem fogjuk megkapni, ha mind a két emberen maszk van. Tehát ugyanez érvényes a boltra. Továbbra is azt mondom, hogy a kisboltba menjünk, ne a nagyboltba, a nagy bevásárlóközpontba, és így tovább. Azt hiszem, hogy itt mindenki, aki ezt végig gondolja, rá fog jönni, hogy mi a lényeg, és arra próbáltam most koncentrálni, hogy olyan fajta tanáccsal tudjak élni, ami egyszerűen ezekből a szabályokból következik. Tehát maszk, kézmosás, és lehet kimenni. Nagyon kevés a valóban fertőzött eset. A reprezentatív minta erre nekem megnyugtatóan adott bizonyítékot, mert még akkor is, hogyha nem tökéletes a mintavétel, még akkor is, ha nem tökéletes a teszt, ha még háromszor ennyi van, mint amennyit sikerült megtalálni, az is nagyon kevés. És ezeket különböző laborokban, különböző helyeken, ugyanazzal az alapvető módszerrel, de különböző emberek végezték, tehát nem lehet, hogy mindenhol rossz legyen. Meg nem lehet, hogy minden minta rossz, amit vettek. Tehát sok érvelést végigolvastam ezzel kapcsolatban,
hogy miért nem jó ez a minta. Szerintem jó, szerintem támaszkodhatunk rá. Persze nem pontos és nem tökéletes, de mégis azt mutatja, hogy most a prevalencia, az előfordulás nagyon alacsony. És ennek ez azért van így, mert mi mindannyian, ti is, akik itt ültök, meg én is, jól viselkedtünk. Ugye nagyon sokan nagyon otthon maradtak. Tényleg. Tehát lehet látni a Google mobilitási vizsgálaton, amit szintén közé van téve, hogy mennyire kevesen voltak az utcán, mennyivel kevesebb volt a kontakt. Úgy egyébként főleg a fővárosban ott ment le a legjobban, csak ezt úgy mellesleg jelzem. Máshol is, vidéken is nagyon jól lement, a fővárosban ment le leginkább. Tehát ezek kemény számok, ezzel megint nincs mit vitatkozni. Úgyhogy hát ez történt, örüljünk, én is örülök, ti is örüljetek, menjetek ki, de legyetek óvatosak. Kiderült, hogy nagyon kevéssé vagyunk, egy nagyon csúnya szóval ezt úgy mondják, hogy átfertőzve. Még megint valamit mutatnék nektek, ha szabad, és van egy kis türelmetek hozzá, akkor ezt megmutatnám, ezt az ábrát. Remélem, hogy látszik. Igen. Amin látszik, hogy hogy történik a fertőzés elterjedése, egy nem oltott, az a bal felső sarok, és egy 95%-ra oltott populációban. Látható ez a kis mozgó ábra? Igen. Tehát látjátok, hogy ha be van oltva egy népesség, akkor ott nem tud terjedni a betegség. Ez idáig majdhogy nem azt mondhatnánk, hogy triviális. Attól függően, hogy egy betegség az mennyire fertőző, tehát ez a bizonyos R0-ja mekkora, attól függően más és más aránya kell, hogy átesett legyen ahhoz, hogy a nyári immunitást elérjük. Tehát egy olyan betegség esetén, ami nagyon fertőző, például a kanyaró, ott szinte mindenki be kell, hogy oltva legyen, mert csak akkor lesz nyári immunitás. Egy olyan betegség esetén, ami sokkal kevésbé fertőző, elég a népességnek csak körülbelül, hogy az 50-60%-a legyen beoltva, vagy legyen átesett, és már megvan a nyári immunitásunk. Ezt általában nem szokták hangsúlyozni, amikor erről szó van. Ez azért érdekes nekünk, mert ennél a betegségnél úgy látszanak az irodalmi adatok szerint ezek a számok úgy játszanak, hogy elég lesz, ha elérjük majd a 60-70%-ot egyszer, vagy az oltással, vagy a betegségekkel, és meg lesz ez a bizonyos nyári immunitás. Tehát kicsit hamarabb, mint egy jobban fertőző betegség esetén. Ez talán egy érdekes hozzátett ismeret, ami nincs annyira a köztudatban, amikor erről a nyári immunitásról egyáltalán szó van. De most, amikor az előfordulási arány ilyen százalék alatti, az átesettek száma is nagyon alacsony, akkor még ettől nagyon messze vagyunk.